otthon kitör a háború, azt féltünk, hogy minket is elvisz, aztán kijöttünk Magyarba. Angelika három gyermekével érkezett Fehérvárra, 4 hete laknak a József Attila kollégiumban. Férje már korábban munkát vállalt Fehérváron, így nem volt kérdés, hogy követik őt. Azért döntöttünk úgy, hogy ameddig meg van nyitva a határ, kijövünk, mert féltünk, hogy elér mi hozzánk is ez a háború, és itt biztonságban vagyunk. Mennyire volt viszontagságos az utazás akkor? Gondolom sokan megindultak akkor. Hát akkor kitört a pánik, ugye, mert akkor rengetegen voltunk, sokan jöttünk, de hál' az Úrnak hamar átjöttünk, mert sok gyerekkel voltunk. Jelenleg mintegy 200 főről gondoskodik a város, kollégiumokban szállásolják el a menekülteket. A 2-3 napos, maximum 1 hetes itt tartózkodása jellemző, folyamatosan cserélődnek a lakók. Vannak azonban, akiket több hétig is elszállásolnak. Ők többségében a Fehérváron dolgozó családfők után jöttek. Nagyon szívesen várt mindenki, sok segítséget kaptunk, köszönjük minden magyarnak, aki segített, és annak, aki befogadott minket. Hát nincs hiányunk semmiből, minden jó volt, alig megjöttünk. Ez pedig már az Alba Bástya Családsegítő Központ, ahol a menekültek ellátását koordinálják. Hetek óta végezzük ezt a munkát, mégpedig azért, mert a háború kitérése utáni napokban is már érkeztek ide családok. Nagyon sok olyan munkavállaló, ukrán munkavállaló volt korábban is Székesfehérváron, aki dolgozott, és az ő családtagjaik voltak például az elsők között, akik megérkeztek a városunkba, és azt gondolom, hogy most is ők vannak egyébként többségében azok között, akikkel mi tartjuk a kapcsolatot. Sokféle társadalmi réteg előfordul a menekültek között, a mély szegénységben élőktől az átlagpolgárokig kell ellátni az igényeket. Mi mindenféleképpen odafigyelünk arra, hogy rendszeresen járjunk a szálláshelyre, és lehetőség szerint beszélgessünk a családokkal. Tehát tulajdonképpen a jelenlétünkkel próbáljuk megadni azt a biztonságérzetet, hogy bármikor, amikor nekik arra szükségük van, akkor minket megtaláljanak, jelezni tudják a kéréseiket, igényeiket, szükségleteiket. Fehérváron sok civil szervezet vesz részt a menekültek ellátásában. Itt a Prohászkán lévő éjjel-nappali bolt mellett kialakított raktárban is folyamatosan gyűjtik az adományokat. Ezt már az a kezdetén megbeszéltük, hogy ugye összedolgozunk minden hivatalos szervvel, hogy együtt dolgozunk a katasztrofavédelemmel, az Alba Bástyával, a Vöröskereszttel, illetve bárkivel, aki ugyanebbe a célba dolgozik. Az itt összegyűlt adományok egy részét az Alba Bástya központba szállítják, a többit pedig már Kárpátaljára, hogy helyben is segítség a térséget. A témáról bővebb összeállítást is készített a Fehérvár TV úton magazinja, amelyet a péntek esti híradó után láthatnak.